elkezdődött az iskola, ilyenkor jóval nagyobb forgalomra számíthatunk reggelente. Mire kell jobban odafigyelni az autósoknak? Hát így van, gyermekek közlekedésére fokozottan kéne figyelni, különösen a reggeli iskola kezdési, illetve az iskola végén a gyerekek hazautazásának az időszakában. A rendőrség is az első, tehát a szeptemberi hónapban gyakorlatilag erejéhez mérten megpróbál segíteni a gyermekek biztonságos közlekedésében. Ez gyakorlatilag 2008 óta az iskola rendőr program keretében minden évben megcsináljuk. Tehát a városban felmérjük azokat az általános iskolákat, amik meglehetősen veszélyes vagy nagyforgalmú útszakasz mellett fekszenek, aminek esetleg a megközelítése veszéllyel jár, vagy nagyforgalmú úttesten gyalog átkelő helyen kell a gyermekeknek átkelni. Itt a reggel, illetve a délutáni időszakban vagy rendőri, vagy polgárőri segítséget biztosítunk, elősegítve ezzel is a gyermekek balesetmentes közlekedését. Manapság már nem csak biciklivel járnak a gyerekek iskolába, hanem különböző elektromos eszközökkel. Milyen szabályok vonatkoznak így rájuk? Így van, azért a hagyományos gyermekek azért még kerékpárral is közlekednek, tehát a kerékpárra vonatkozó szabályokat külön nem ecsetelném. Igen, elég sok jármű került forgalomba, tehát a rollertől ennek az elektromos változatáig, a segway-ig, tehát igazából a sor talán végtelen lehet. Ami az érdekes, hogy ezeknek a nagy része járműnek nem minősül, tehát egyelőre nincsenek járműnek beminősítve, tehát az ezzel közlekedő személyek, a gyermekek is gyakorlatilag gyalogosnak minősülnek, tehát nem az úttesten, hanem a gyalogjárdán számíthatunk elsősorban közlekedésükre. És a bicikli úton közlekedhetnek ilyennel? Igen, tehát alapesetben gyalogjárdán kéne közlekedniük, mivel gyalogosnak minősülnek, de sokkal jobb megoldásnak tartom, ha inkább a kerékpárútra feljönnek és ott közlekednek vele, sokkal biztonságosabb, mintha mindezt a közúton teszik. Hogyha gyalogosként közlekednek, akkor számíthatunk rá, hogy bármikor átgurulhatnak előttünk, igaz? Igen, erre számíthatunk, úgyhogy járművezetőktől tényleg fokozott óvatosságot kérünk. Egyrészt, ha ilyen járműnek nem minősülő eszközzel közlekednek, főleg, hogyha gyermekekről van szó, sok esetben a közlekedési szabályokat sem sajátították még el teljes mértékben, úgyhogy mindenképpen fokozott figyelemmel közelítsük meg ezeket a gyalogátkelő helyeket. A bicikliseknek mennyire fontos a védőfelszerelés? Gondolok itt a bukósisakra, láthatósági mellényre. Nagyon fontos lenne. Tehát igazából láthatósági mellényt ugye azt lakott területen kívül kötelező használni éjjel vagy rossz látási viszonyok között. Ez az, amit kötelezően előírak lesz. Önszorgalomból természetesen saját testi épségük, láthatóságuk érdekében ezt lehet használni más időszakokban is. Bukós is a használata nem kötelező, ezt gyakorlatilag az ember józan belátására van bízva, de sok esetben bizony életet menthet, úgyhogy mindenképpen javasoljuk ennek a használatát. Nem véletlenül választottuk ezt a helyszínt, mert nem mindenhol van elsőbsége a biciklisnek, a hátunk mögött is van egy tábla. Mi a helyzet ezzel az útvonallal? Így van, gyakorlatilag ez elmondható, hogy kerékpárútja, illetve kereszteződése válogatja, hogy ez hogy került kialakításra, hogy a forgalom hogyan került szabályozásra. Tehát ne rutinból, meg megszokásból közlekedjünk. Itt mögöttünk is látható gyakorlatilag, tehát a kerékpárúton közlekedő kerékpárosnak van egy elsőbségadás kötelező táblája. Csak sajnos kerékpárosok nagy része ezt igazából észre se veszi, nem veszi figyelembe. Itt bizony neki kéne elsőbséget adni a keresztező járműforgalom részére. A körforgalomban is van egy érdekes felfestés, az mi? Igen, ez is a kerékpárosok közlekedését segítené. Egy felfestés, ez a kerékpáros nyoma hivatalos megnevezése. Gyakorlatilag ez ezt jelenti, hogy a kerékpárral a körforgalomban jobbra tartva, jobbra húzódva kéne közlekedni a kerékpárosoknak. Mik azok a hibák, amit jellemzően elkövetnek a kerékpárosok? Az elsőbségi helyzetet nem mindig jól mérik föl. Tehát gyakorlatilag kerékpárral közutat keresztezni többféleképpen lehet, többféle módon lehet. Itt is gyakorlatilag a felfestett jelzéseket, illetve jelzőtáblákat figyelembe kéne venni a kerékpárosoknak is, mielőtt átkelnek a közúton. Tehát ahol csak is kizárólag gyalogátkelő hely van felfestve, ott le kell szállni a kerékpárról, át kell tolniuk a kerékpárt az úttesten, úgy, mintha gyalogosként közlekednének. Ottól egy sárga szaggatott felfestés található a gyalogátkelő hely mellett, így kerékpáros átvezetésnek hívjuk. Ott nem kell leszállni a kerékpárról, ott át is gurulhat.
ha meggyőződött arról, hogy biztonságosan megteheti. Tehát gyakorlatilag itt is győződjön meg arról, hogy neki kell elsőbbséget adni a járművezetők részére, tehát Ajkán is található több ilyen kereszteződés, hogy a kerékpárúton közlekedő gyalogosnak egy stop táblája van kihelyezve. Itt meg kell állnia, miután meggyőződött arról, hogy biztonságosan átgurulhat az úttesten, akkor nem kell áttolni, hanem gyakorlatilag fölül a kerékpárra és szépen átgurul a gyalog átkelő hely mellett. Az előbb azt láttam, hogy fényképeztél egy biciklit. Miért történt ez? Célunk, hogy az ajkai lakosokba is tudatosítsuk azt, hogy a kerékpárjaikat regisztrálják be a rendőrség által ingyen biztosított Bike Safe programon belül. Jelen pillanatban kijöttünk itt a Petőfi utcába a kerékpárút mellé kerékpárt regisztrálni, és az imént egy regisztrációt láthattunk, amint nyilvántartást veszünk a kerékpárt, fényképet készítünk róla, és ezáltal a tulajdonosnak nem kell esetleg egy eltulajdonítás során behozni a rendőrségre a fotókat, alvászámot, hanem már akár online is otthonából feljelentést tud tenni egy gombnyomással. Mennyi ideig tart egy ilyen regisztráció? Maga a regisztráció körülbelül 2 perc alatt megvan, a kerékpárról 3-5 darab fotót készítünk, ezt egy későbbi időpontban, lehető rövidebb idő alatt fölrögzítjük erre a BikeSafe honlapon keresztül, és telefonon keresztül értesíti a tulajdonos, hogyha elkészült a regisztrációról maga egy ilyen kis dokumentációs kártya. Mennyire népszerű ez a regisztráció? Egyre népszerűbb, nagyon népszerű itt a lakosság körében. A gyerekektől a felnőttekig, aki odozza a kerékpárját, mindenkinek beregisztráljuk. Milyen igazolványt vagy mit kell vinni egy ilyen regisztrációra? Minek kell maguknál lenni? Abban az esetben, hogyha a tulajdonos kereskedőtől vásárolta a kerékpárt, akkor rendelkezik garancialevéllel, számlákkal, ezeket is lefotózzuk és berögzítjük ebbe a programba. Tehát akit itt most megállítasz, annak nincsen nála ilyen papír? Személyigazolvány, vagy mi kell hozzá? Alapjában elegendő egy személyigazolvány, de ha nincs nála, attól is el tudunk tekinteni. Elegendő név és lakcím.